Az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján a klímaváltozás egyre inkább befolyásolja a szőlőtermesztést, ezért a borászoknak is nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az éghajlatváltozásra. Nem véletlenül ez volt az egyik témája az idei konferenciának. Tanulságos ez a rendezvény, hiszen nagyon érdekes és információval teli dolgokat tudhatunk meg, hogy mit és hogyan és jól csináljuk-e vajon a dolgainkon, illetve mire tudunk következtetni. Hogyha termelünk, egy idő után muszáj lesz minél több információt tudni a szőlőről és annak a növekedéséről, illetve befolyásolásáról. Szentgyörgy naphoz kötődően 10. alkalommal gyűltek össze a szőlővel, klímával és meteorológiával foglalkozó szakemberek Kőszegen. A konferencia célja, hogy megvitassák azokat az időjárási és éghajlati hatásokról szóló kutatási eredményeket, amelyeket a szőlőtermesztők is hasznosítani tudnak. Puskás János, a Magyar Meteorológiai Társaság szombathelyi csoportjának elnöke az elmúlt egy évtized tapasztalatait összegezte. Az indulástól kezdve 193 előadás hangzott el a konferenciákon, ennek nagy része szóbeli előadás és a töredéke poszter előadás. Olyan témák kerülnek elő, amelyek a szőlőtermesztés szempontjából fontosak, és a szőlőtermesztésre az időjárás, illetve az éghajlati hatásokat vizsgálják a kutatók. A 2009-ben elindított konferencia sorozat helyszínválasztása nem véletlen. Kőszegen 1740 óta vannak feljegyzések a szőlőjövések könyvébe.